Kütyűz vagy ne kütyűz, ez itt a kérdés. Ez lesz mai témája a Nők az úton következő podcast adásunknak. Sziasztok, én Csorba Anita vagyok. Sziasztok, én Szlavka Évi. Rengeteg kérdés, gondolat, vélemény forog-e körül a téma körül szerintem manapság, tehát mindenki vagy a kütyüzés pártján van, vagy a kütyüzés ellen van, mindenkinek megvan erről a véleménye, nekünk is. Ezt fogjuk egy picit megbeszélni Évivel, meg statisztikákat is hoztunk nektek. Reméljük, hogy jó kis elgondolkoztató lesz, hogy ahogy gondoljátok, arról megerősítést kaptok, vagy esetleg új megvilágításba is helyezhetünk néhány dolgot. Ha kutyüzés, és még mielőtt a statisztikát bevonnánk, valószínű most éppen a telefonodon hallgatsz minket. Szóval már ez a kérdés az egyik irányba el is dőlt, hogy pró vagy kontra, de nyilván az életünk része, és ezt mi sem mutatta jobban, mint egy statisztika, hogy 2012-ben világméretű statisztikáról van egyébként szó, de abban most lecsipegetjük a magyar vonatkozást, és 2012-ben a magyar lakosság 22%-a rendelkezett okostelefonnal, 2016-ra ez már 61%-os volt ez az arány, és friss statisztikám nincs belőle, de 2018-ra én úgy gondolom, hogy simán egy 80% fölött járunk, viszont arról van statisztika, hogy 2016-ban már a 25 év alattiak 93%-ának volt okos eszköze, és még egy picit a statisztikához tartozik, hogy képzeljétek el, hogy a 8-18 év közötti fiatalok 6 és 9 óra közötti időt töltenek kütyükkel. Ebben benne van. Gondolom. Így van. Így van, napi szinten. 13-18 évesek napi 9 órát, 8-12 évesek pedig napi 6 órát valamilyen szórakoztató médiával, bármi kütyüzés. És ugye kütyüzés alatt értjük azt, hogyha videót nézel, és azt is, hogyha a telefonodat azon csekkolod. Igen, tehát most már ez a kütyüzésbe beleértjük a tévénézést is gyakorlatilag. Régen ez a tévénézés is statisztika volt, ami riogatta az embereket, hogy ettől butulunk el, most meg a kütyüzés is statisztika, ettől butulunk el, meg ettől vágjuk el magunkat a külvilágban. Rengeteg ember szerint. Tényleg mielőtt mi is véleményt nyilvánítanánk, bár egy kicsit azért már meglebegtettem az én oldalamat, ami szerintem majd sokakkal ellen megy, de majd igyekszem észérvekkel alátámasztani. Írjátok meg nekünk Facebook vagy Instagram oldalunkon, hogy ti hogyan álltok ehhez. Nem csak a saját kütyüzési szokásaitokat, hogy mennyire fontos szerepe ez az életetekben szerepe van, hanem akár a gyerekeitekét is, hogyha van gyereketek, hogy mennyire engeditek. Legtöbbször egyébként azt tapasztalom, hogy szabályok, mindenki alkot szabályokat, amit jónak vél, és akkor az alapján engedi a gyerekét kütyűzni, vagy nem engedi kütyűzni. Hát igen, nagyon érdekes, amikor napvilágot látott egy-két éve, hogy a szilíciumvölgyben nem kütyűztetik 10-12 éves korukig, és akkor ilyenkor megáll az ember, és elgondolkodik, hogy aha, vajon miért? És akkor elgondolja, hogy pro-kontra érveket. Nyilván szerintem nincs olyan ember, akinek ne lenne erre pro-kontra, mert nyilván valamihez fontos, hogy használod valamiről, meg úgy gondolod, hogy szabályozni kéne, most hogy szabályozod max, hogyha gyereknek esetleg, hogy x órát töltsön csak vele vagy. Nem? De azért lássuk, hogy aki a szilíciumvölgybe születik, azért ez más alapinduló csomaggal rendelkezik, tehát lehet, hogy ennek nem szükséges, hogy kicsőszön 12 éves koráig. Nem mondom, hogy annak szükséges, aki nem ott születik, de szerintem ez nem lehet egy viszonyítási alap, aki oda születik, az sokkal nagyobb eséllyel lesz sikeres, vagy bármiben jó, hiszen óriási kapcsolatrendszerrel, meg lehetőségekkel rendelkezik. Hát én ilyen irányban nem is vinném el, én csak azt a következtetést vonom le belőle, hogy azt feltételezzük, hogy a szilícium völgybe, ugye a technológiai csúcsán ülő emberek jobban tisztában vannak ennek az egésznek a hatásával, a technológia hatásával, és hogyha azok az emberek, akik szerintünk képben vannak, a leginkább képben vannak, ők úgy döntenek, hogy a saját gyerekeiket, ameddig csak tudják, távol tartják tőlük, akkor azon érdemes nekünk is elgondolkodni, hogy vajon miért. Úgyhogy szerintem beszélgessünk úgy, mert szerintem neked is van egy csomó pro és kontra érved, meg van nekem is. Nézzük meg valamelyik szegletét, és mondjuk rá egy pro, meg egy kontrát, amivel egyetértünk. Persze, de hogy persze, ez tök jó dolog ezen is elgondolkozni, hogy ők máshogy látják ezt, de gyakorlatilag ugye mobiltelefon, vagy okostelefon 10 éve van, 12-ben még mondtad, hogy ez mit, 21%-a volt az embereknek. Igen, 2012-ben. Tehát ez nincs is 10 éve, 18-6, jól tudok számolni, 6 éve. Igen. Tehát tulajdonképpen semmiféle tanulmány, vagy következtetés nem levonható, még nincsen. Tehát nem tudjuk eldönteni, nem 50 éve használunk, és akkor már tudjuk, hogy
akik kütyüztek, azok hülyébbek lettek, akik nem kütyüztek, meg okosabbak lettek. Tehát egy ilyen nincsen, minden csak inkább megérzés, meg élethelyzet, meg nagyon sok minden más függ. Akkor várjál, nézzük, hogy mi lehet a leginkább érdekes a hallgatók számára, vagy számunkra is, amit megbeszél. Mi az a terület, amire azt mondanád, hogy na, ott mérsékeljük a kutyú használatot? Bármi lehet, élethelyzet, terület, akármi, amikor azt gondolod, hogy oké, kicsit digit detox legyen. Amikor idiótaságok mennek a kutyúben. Már hogy mire gondolsz? Hát a kütyű az csak egy általános megfogalmazása annak a rengeteg tartalom, annak az óriási tartalom halmaznak, amit azon keresztül elérünk, ami elér minket, és abban a tartalomban vannak építő, fejlesztő, remélhetőleg ide tartozunk mi is, okosító, szórakoztató, élményt adó tartalmak, és vannak olyanok, amik az idő elütésére vonatkoznak el, ezen belül is még mondjuk tudom csoportosítani, amikor egyszerűen csak arra vágyunk, hogy kikapcsoljuk az agyunkat. Nagyon sok ember, nem tudom, szeret, én utálom ezeket a gyémántos, meg tudod, kígyulmány, ja, nem tudom, valaki, tehát én sokkal szívesebben hallgatok zenét, és arra kapcsolódok itt, de valaki arra tudja kikapcsolni az agyát, tehát, hogy itt is lehet hasznos, meg haszontalan, de azt gondolom, hogy alapvetően, amikor mondjuk sok, nem fognak szeretni érted, de mondjuk a gyerekek, de mondjuk túl sok Minecraft van, az már egy idő fölött tényleg azt mondom, hogy olyanoktól veszi el az idejét, ami sokkal érdekesebb, meg fejlesztőbb, meg aztán végén hasznosabb lehetne. Tehát mondjuk azt mondod akkor, hogy mondjuk a gyerekek kütyű használatában kellene valami kis szabályozás, vagy ott szabályoznád, hogy ne nézzenek annyi eszetlen tartalmat, vagy szülőként is, esetleg rá tudsz pillantani? Igen, tehát nem is annyira a mennyiség, hanem inkább a minőség, ami fontos szerintem. Illetve tehát, hogy tulajdonképpen végtelenségig úgyse fog, tehát nem fog napi 9 órán keresztül okosító tartalmat nézni. Nem fog. Mert megtelik az agya egy óra után, vagy 2 óra után, és inkább akkor fut egy kört, inkább akkor játszik egy társast, inkább akkor nem tudom, csinál bármi más. Nyilván ez az egy szülői minta is, nem? Hogy mit lát, hogy a igen, de hogy alapvetően nem képes az emberi, hogy szerintem mint egy 8 órán keresztül értelmes dolgokat figyelembe. Elfárad az biztos. Tehát azért ugye a kütyűnél az a nagyon érdekes, ami a tévénél, most ugye bár az előbb belevettük, de az szerintem óriási különbség, hogy míg mondjuk a telefonodat aktívan figyelve használod, a tévé az mehet a háttérben, tehát a kütyű az nem megy a háttérben, tehát ott aktív figyelmedet kapja, és ugye ez 8 órán keresztül gyakorlatilag okosító tartalom, hanem hát a figyelmed alkalmas. Aktív, de egyébként egy nagyon passzív időtöltés, és most, hogy csak egy gondolata, hogy belevetted a tévénézési szokásokat, ugye most is vannak statisztikák, és hiába mondják azt, hogy most már nem nagyon tévéznek a fiatalok, mégis a statisztikák azt mutatják a nézettségi adatok, hogy mégis nő a tévénézésre töltött idő, de hogy ez azért van, mert a legtöbben az emberek több mint 50%-a, a tévénézés az egy háttértevékenység, igen. És közben a telefon ott van a kezedben, hírcsatornát nézel, híreket olvasol, játszol, éppen valamilyen tartalmat fogyasztasz. Igen, rengetegen nem szeretik a csöndet. Nem tudnak fel mit kezdeni, pedig az egy jó dolog szerintem. Igen, valakinek jó, én is nagyon szeretem a csöndet, de én elfogadom azt, akinek mondjuk nem annyira jó. És szoktak szól a háttérben a tévé, és onnan részinformációkat, vagy a világból részeket kivesznek, úgyhogy szerintem ez megint olyan, hogy én nem ítélkezek senki fölött, de használják az emberek, meg nézik a tévét a háttérben. Jó, de most ugye nem is a tévé a témák, hanem inkább a kütyű. Te mire használod leginkább a kütyüdet? Értsük ez alatt az okostelefonodat. Jó, szerintem az okostelefon a világ legjobb eszköze, és el is mondom, hogy miért, mert óriási lehetőséget teremtett olyan emberek számára, akiknek egyébként nem volt lehetősége. Megtaláld rajta az összes információt bármiről, képezheted magadat bármivé, átképezheted magadat, nagyon sok mély információt is megszerezhetsz onnan, és utána egy sikeres vállalkozást gyakorlatilag a telefonodról létrehozhatsz. Hát mikor lett milyen bármelyik világ történelem bármelyik szakaszában, mikor van arra lett volna egy vidéken élő nőnek esélye, hogy megtalálja magát, az álmai munkáját, és egy sikeres vállalkozást indítson. Most, hogy itt van a telefon, bárki, gyakorlatilag bárkinek lehetősége van arra, hogy ezt megvalósítsa.
Igen, ez abszolút egy pro érv a telefon mellett. Egyenlővé tette az embereknek, tehát nem egyenlővé, de közel, tehát hogy közelített az, hogy egyenlővé tette az emberek esélyét a boldogulásra. Tartalom gyártóvá tette az embereket, tartalom fogyasztókból, talán ez is egy nagyon fontos is mérv, hogy te magad aktívan gyártasz bármilyen tartalmat, kvázi a telefonoddal, és most már nagyon sok telefonnak olyan a kamerája is, hogy vetekszik a profi gépek képkészítési metódusaival. Simán el lehet egy YouTube csatornát indítani róla, csak az a rajtad múlik, hogy van-e ötlet, van-e mondani való, amit szeretnél közölni a világgal. Meg lehet rajta szerkeszteni, közé lehet tenni. Tehát egy olyan eszköz, amivel bármit létrehozhatsz. És bármikor, csak ebben a pro érvben van a kontra érv is, mert én is például mobil irodának használom, tehát kvázi szabadúszóként, nagyon sokat használom ezt a kvázi szót, nem tudom miért, tehát hogy mobil irodaként is használom, és kitöltöm azokat az üres járatokat, mint hogyha mondjuk nem kocsival közlekedem, hanem mondjuk vonattal, vagy metrón ülök, akkor én mondjuk sokszor nem cikket olvasok, hanem valamit javítok egy blogbejegyzésben, vagy megírok egy e-mailt, vagy valamelyik projekten dolgozom, tehát hogy irodaként használom a telefont, ami nagyon jó, mert megadja azt a szabadságot, ami kell. Imádom, tehát nagyon szeretem, és ez nagyon fontos, és nagyon jó, de hogy ez a korlátlan szabadság, és hogy bármikor ott van a zsebedben az irodád, az azért nem mindig jó, mert hajlamos lehetsz, hogyha nincs önkontrollod, akkor előkapni, megnézni, beleolvasni, csak gyorsan válaszolok, és akkor ugye mi is szokta néha mondani, hogy csak pár perc, hogy mindjárt, jó, oké, és akkor egy óra múlva előkerülök, de hát azért igyekszem ezekre sokkal jobban figyelni, és például most már bevezettem azt, hogyha egy hétvégén elmegyünk valahova, akkor az esetek többségében, nem mondom, hogy mindig, de az esetek többségében nincs nálam a telefonom. Nála van, tehát hogy bármi baj lenne, akkor telefonon ugye el tudunk. Hát ugye kérdezni a külvilágot, de hogy nálam nincs, mert én ezt munkaeszközként is használom, és akkor ilyenkor nincs készítés, hogy lefotózzak egy pillanatot, vagy 10 percig ott tűnünk a kávé fölött, amíg a megfelelő pozícióba mindent beállítok, és ott van benne az a könyv is, amit majd ki akarok rakni a jövő heti posztba, amit majd be kell írnom a posztmenetrendbe, hogy majd, és akkor arról eszembe jut, és akkor már el is kezdtem rajta dolgozni, szóval ez egy nagyon ördögi folyamat inkább. Ezekben a pihenő szakaszokban inkább nincsen nálam az a biztos, mert belemászok, mert fontos, mert összeköt a világgal, összeköt. Hát ezt nagyon jól megfogalmazod, hogy összeköt a világa, de nem, hogy már a telefont hibáztasd azért, mert te nem tudod jól használni. Hát a telefon nem hibás, jól meg rosszul lehet használni, de ez csak rajtad múlik. Tehát kütyüzésnél is azt mondom, hogy lehet jól használni, lehet észszerűen, ameddig minket szolgál, és lehet nyilván önrombolóan is használni. Van már egy olyan jelenség, hogy fantomcsörgés, ezt nemrég egy ilyen tartalom konferencián, tartalommarketing konferencián hallottam, aminek az a jelentés a fantomcsörgésnek, hogy rendes fizikailag érezzük, vagy halljuk a telefonunk jelzését, miközben nem. Tehát ez az az inger, amikor nem tudsz figyelni csak pár másodpercig, és utána az az ingeret, hogy megfogd a telefonodat, és megnéz rajta valamit. Aha. Hívott valaki, igen, és ha már fogod, megnézed az e-mailt, csörgött valami, és hogy igen, ennyire rá vagyunk kattanva a telefonunkra. Tehát nagyon hamar vesszük elő nagyon sok szituációban, amikor pedig dolgoztathatnánk az agyunkat. Most erre csak mondok egy példát, hogyha éppen nem a telefonomat nyomkodom és nem dolgozom, de mondjuk utazás közben, akkor én nagyon szeretek bámészkodni, és de akár csak egy metrón is megfigyelni az embereket, és nagyon soknak a kezében ott van a telefon, és figyeli, és olvas, és híreket, és mindig be van kötve a hálózatba. Miközben szerintem az egy annyira klassz tevékenység az annak, amikor csak így nézel ki, és bámulsz, és figyeled a körülötted lévő világot, nem? Bizony, de én azt gondolom erről, hogy nagyon fontos megtanulnunk, illetve megtanítanunk a gyerekeinket jól használni a kütyüt, és még mindig azt mondom, hogy nem a mennyiség, az mindenkinek az életkörülményétől, a munkahelyétől függ, hogy mennyi az optimális mennyiség, mennyi amennyi még hozzád az életéhez, és mennyi onnan van az, amikor elvesz, ezt meg lehet találni, de hogy a minőség az, ami alapvetően fontos. Tehát... De te hogy találod meg, hogy mi az, ami ad és nem elvesz? Hát mondjuk a gyerekek esetében például. Nyilván akkor, hogyha például nem hagynám játszani a különböző játékokkal a gyerekeket, ez úgy, mint régen, amikor embereknek nem volt
mindenféle szempont szerint tévéje, kimaradnak a beszélgetésből. Tehát, hogy a korcsoportja nem fog érteni, hogy a korcsoportja mit beszél. Én szerintem az elvesz. Uh-huh. Tehát, hogy mindenképpen azt gondolom, hogy tök jó, ha vannak barátai, akikkel közös téma van, és az van, hogy ez egy nagy téma, egy nagy szelet a közös témából, hogy milyen játékok vannak, hogy abban hogyan lehet sikert, vagy eredményt elérni, hogy közösen játszanak különböző játékot, ugye online összekötve. Tehát, hogy itt ugye lehet persze nosztalgiázni, hogy régen lementünk és rúgtuk a bört, mindenki ezzel jön a focérdő, és hogy már a focipályán, és hogy hol vannak már azok az idők. De most ezek az idők vannak, amikor online kapcsolódnak össze barátok, és szerintem ez, tehát hogy csevegnek és játszanak közösen, és nincsenek egy térben, hanem csak a virtuális térben találkoznak, ezzel nincs baj. Hogyha már azt gondolja, hogy olyan emberekkel játszik, akik ismeretlenek, és úgy gondolja, hogy barátok lesznek, hogy még nem is találkoznak, ott már szerintem bajok kezdődnek. De ugye ez megint az, hogy ki hol állapítja meg a baj, vagy a hozzáadott érték hatását, tehát a hozzáadott értéket, vagy az elvetet. Én azt gondolom, hogy igenis létesítsen húsvér kapcsolatokat, akikkel tök jó, ha akár online is játszik, és utána megvan ez a közös téma. Hát egy arany középút, nem? Megtalálni. Valahogy úgy, igen, és hogy ne legyen az, hogy nézd, mint a bálámszamara, hogyha azt mondják neki, hogy Minecraft, mert ugye, és minden gyerek már erről beszél, de ne is az legyen, hogy ezt töltse ki az összes szabad idejét, vagy ne legyen, ne tudjon másról véleményt formálni, gondolkozni. Amíg véleménye van mindenféle dologról, ami a világban történik, szerintem addig nincs baj. Pont ezt a témát fogalmaztam meg valakinek tegnap egy beszélgetésben, hogy nagyon fontos az, hogy például, hogyha gondolom, hogy valakinek gyereke van, töltse vele minőségi időt, amikor nyilván nem része a telefonozási időszak, hanem mint amikor kirándulnak, valamit csinálnak, de hogy ugyanúgy fontos az is, hogy a gyerek használja azt az okostelefont azért, mert egyszerűen neki ez a munkaeszköze lesz, és ő ezzel nő fel, tudnia kell használni, tudnia kell, hogy mi történik azon belül a világban, pont azért, amit te is mondtál, hogy a korcsoportjával is egy nyelvet tudjon beszélni, mert megint ott vagy, ahol a parcakat, hogyha te nem engeded a gyerekedet telefon közelbe, és nem értesül, és nem úgy használja, nem csinál rajta valamit, akkor akár ki is közösítheti a kortársai, én úgy gondolom, mert akkor nem lesz egy közös nyelv, vagy egy közös hang, vagy egy közös téma, amiről beszélhetnek, és ez már nem azt mondom, hogy akkor például azzal egyáltalán nem értek egyet, és én ezt maximálisan vállalom, ezt a véleményemet, hogy egy-két-három éves gyereknek biztos, hogy nem adnék a kezébe telefont, mert egyszerűen olyan érési folyamatokon megy keresztül, amit csurig rombol egy kütyű. Nem, persze nyilván, hogyha szülővel együtt megnéz rajta valami kis, mit tudom én, bohockodnak rajta kis figurák, és akkor megnézik együtt, oké, pár perc, de hogy ne legyen digitális bébicsősz a telefon, szerintem semmiképpen, meg egyszerűen az agy feldolgozási folyamataiban nagy kárt szenvednek azok a gyerekek, akik nem a fantáziájukra bízzák, hanem képeket alkotnak, legyen ez a tévé vagy a telefon. Ezzel én ezt nem irányítélem így ki, mert ugye szerintem egy-egy mesétől nem lesz rosszabb a gyereknek. Régen tévé előtették, most a telefont adják a kezébe, nem azt mondom, és végtelenségig napi 8 órát tévézen a 2 éves gyerek, de hogyha én tudom, hogy nem egyszer, nekem ugye két egész közel van a két kisgyerekem, nem egyszer volt az, hogy egyszerűen kiporszívozni, vagy egy kaját megfőzni nem tudtam, hogyha a kisfakond elé nem ültetem be 20 percre őket, és a kisfakond azért lássuk, nem egy agy építő bajnokság, de azon, hogy baja nem lesz tőle, nekem meg van 20 percem bármit csinálni, és egyszerűen az úgy éreztem, hogy ha az nincs, akkor vége a világnak. Tehát a kisfakon megmentette. Tehát a kisfakon, igen. Minden időszakban más, de hogy igen, ilyen 2-3 éves, és akkor még annyira, amikor a gyerekeim kicsik voltak, nem volt mobiltelefon, de lehet, hogy most tök mindegy, hogy tévén vagy mobiltelefonon adod oda, ami neked egy olyan, most ha nincsen úgy nagyszülő vagy segítséged, hogy most nap mint nap két kisgyerekkel mit csinálsz? Tehát, hogy nem tudom, lehet, hogy nem tudod a végtelenségig a minőségi időt velük tölteni. Tehát ezt is sokan szokták mondani, mert persze rohadt fontos a minőségi idő, de nem tehát nem úgy van az, hogy tehát nem lehet állandó a minőségi időt tölteni.
a gyerekkel. És azt se hiszem el, hogyha valaki aktívan dolgozik, és utána hazamegy, és akkor igen, azt a, nem tudom, 4 órát végig minőségidőben, mert kell kikapcsolódni, és mert amire 10-re eljutna a saját én ideje, saját minőségéhez ő is elalszik. Tehát nem lehet. Az fontos, hogy legyen. De hogy ebből mennyi mennyiség az, ami ideális nektek az összhanghoz, az mindenkinek egyedi szerintem. Tehát valakinek kell napi 4 óra, valakinek napi 1 óra, mert ők addig akkor beszélgetnek. Ha nincsen, az a baj szerintem. Tehát, hogyha nincsen, vagy ez így nincs fókuszban. Meg az arányok. Tehát olyan fejlődési szakaszokon meg keresztül egy kisgyerek 3 éves koráig, hogyha egyszerűen persze nem azzal a pár perccel lenne gond, amíg odaülteti az ember szerintem egy tévé meselé, vagy egy telefonos meselé, hanem azzal, hogy ezáltal olyan inger áradat éri, amitől igényelni fogja ezt az óriási inger mennyiséget, és nem fogja lekötni egy fakocka meg egy bot, aminek pedig le kellene, hogy kötnie, mert te is tudod, hogy a kreativitást, a fantáziát, azok a dolgok fejlesztik igazán, főleg abban a korban, amikor neki kell kitalálnia, neki kell felfedeznie, és hogyha ezt készen megkapja, egyre gyakrabban, és ezáltal még gyakoribb lesz, akkor még inkább igénye lesz. Nem tudom megválaszolni, hogy hol lehet ez a határ, ahol jó vagy nem jó, és tök egyetértek veled abban, amikor mondod, hogy hát mindenkinél egyéni, hogy most ez ennyi mennyiség, annyi mennyiség, csak hogy kell, hogy a mérleg másik nyelvében is ott legyen az, hogy ne az legyen helyettünk meg, de mi felhelyettünk. Ez szerintem tök jó kimondtad, hogy legyen a mérleg másik nyelvében is valami, és ne helyettünk legyen, hanem ezek szórakoztató, vagy, tehát, hogy igen, szórakoztató eszközök, amiket módjával kell használni, kell és lehet, és szerintem nem árt. És én abszolút tapasztalatban tudom mondani, hogy nézték a kisvakondort, játszottak a telefonon, vagy most is játszanak, és ugyanúgy kreatívak, érdeklődőek, nyitottak a világra, mert az nem azt jelenti, tehát nem azzal, hogy megnéz egy mesét, nem zárom ki a kreatív világból, vagy az, hogy nem rontom a fantáziát, vagy nem az lesz, hogy nem tud majd mit kezdeni, mondjuk akár egy lábossal, meg egy fakanállal, és nem zárja ki azt se, hogy én esténként olvasok mesét. Uh-huh. Tehát, hogy így, itt szerintem az a legnagyobb probléma, hogy általában kategórikusak az emberek, és ettől, hogyha már valaki kütyüzik, akkor már nem olvasnak neki mesét, akkor már nem foglalkoznak vele, akkor már nem... És lehet, hogy valaki napi 9 órát kütyüzik, de napi 3 órában olvasnak neki mesét, beszélgetnek vele, és tök mindegy, hogy 9 órát kütyüzik, vagy sem. Hát illetve, hogy nem tudjuk ezeknek a hosszú távú hatásait, vannak sejtéseink, de hogy ez annyira új dolog, hogy ezek majd maximum most derülnek ki, és akkor ki megpróbálja így csinálni, ki úgy, az viszont talán kijelenthető, nem? Hogy próbáljuk kézben tartani ezt, és ne folyamatosan, fizikailag szó szerint kézben tartani a telefon, mint ahogy most az én kezemben van, nem, persze, hanem egyébként ezt egy rendszert kialakítani. Nem mindig legyen rá is minden áron szükségünk, hanem itt találjuk meg a helyét, meg a módját. És az egyik nagyon fontos dolog, és szerintem tök ide kapcsolódik a közösségi oldalakon eltöltött idő, mert erre is statisztikák vannak, hogy mióta ugye a telefont használjuk főként, ugye mindig ott van a zsebében, mindig tudjuk csekkolni az online életünket is, és mások online életét is, amit ugye mit raknak ki a kirakatba, a pozitív klassz dolgokat. És ugye erre is vannak statisztikák, hogy a gyakori Facebook használat egy magasabb stressz szinthez járul hozzá, és úgy is néz ki, hogy az átlag Facebookozással töltött idő az 20 perc, és a magyarok vezetik a legaktívabb Facebook használati statisztikát az európai népek közül, vagyis a magyarok 82%-a fent lóg a Facebookon, és akkor kimutatták, hogy minél több időt töltünk a közösségi hálón, az emberek annál depressziósabbak, mert ugye azt látják, hogy mi történik a kirakatban, és hogyha nincs egy olyan önképed, amikor így rendben vagy magaddal, és el tudod dönteni, hogy most lehet, hogy neki ez nagyon jó, de egyébként, akkor ez nagyon sokat tud rontani az embernek a kedvén és az életkedvén, és ez is a kütyű. Nem? Én ezzel is jutottam, itt is a mélyre néznék, azt, hogy Facebookozom, az nagyon sok mindent jelenthet. Nálam például, bocsánat ismerőseim, de mindenkinek a saját profilja le van tiltva, szóval én csak és kizárólag oldalak híreit és cikkeket, meg érdekességeket, információkat látok a napi történésekről, meg azokról a témákról, amik engem érdekelnek. Tehát, hogy itt is azt gondolom, hogy 20 perc,
engem föltölt, mert jól használom, mert úgy használom, ami nekem hozzáad. Mm-hmm. Hogyha 20 percet azzal töltenek, hogy az ismerősöm különböző élethelyzetét nézném, az valószínűleg nem töltene föl, és nem adna semmit hozzá se az életemhez, se semmihez, és az leszívna. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilván tudom, hogy a többség nem így használja, mert ezt még így szégyenkezve is szoktam bevallani, hogy hát nem láttam, mert ne arra, hogy mert mindenkinek lekapcsolom a minden ismerősömnek, mert hogy igazából ott én, hogyha akarok, írok nekik, ha akarok, ők írnak nekem, de hogy nem akarok az életük részese lenni, mert hogy csak a barátaimnak, velük meg ugye beszélek, meg a családtagomnak, és hogy itt is azt gondolom, hogy jól kell használni a Facebookot, és akkor az embert szolgálja hozzád az emberhez, és erre kell megtanítani a gyerekeinket, nem tiltani kell, hanem megtanítani neki, hogy igenis, neked magadról egyáltalán nem fontos közölni információkat, hiszen a közvetlen környezeted, akinek szüksége van ezekre az információkra, és az, ami akit tudják. Érdekel, és ők úgy is tudják, és más élete meg nem fogja a te életedet előrevenni, és se boldogabb, se sikeresebb nem leszel tőle, tehát időkidobás. Talán ettől is pártolnak el, és ugye már hozza az Instagram azt a statisztikát, amiben én magam is benne vagyok, hogy már ugye a 35 év körüliek körében az egyik legnépszerűbb platform, nem véletlenül. Én például Facebookon a személyes profilommal fönt vagyok, hogy legyen egy hirdetési fiókom, ami, tehát így ennyi, és Instagramot használok, Facebookot, szinte az eset nagyon-nagyon ritkán megyek föl Facebookra, csak ugye használok egy olyan applikációt, amivel a cégeknek kezelem a Facebook oldalait, de ezáltal nem látom a falamat. És én az én saját Facebook falamat Facebook applikáción keresztül nagyon-nagyon ritkán nézem, amikor valamit állítanom kell, de én nem is közlök magamról információt, tehát hogy igen, teljesen másként használom, egy ilyen külső szemlélő vagyok, aha, aki semmit nem oszt meg a sajátjából, csak azokon a platformokon, amit egyébként képviselek, mint mondjuk például a Szikra, de hogy ennyi, tehát meg kell tanulnod úgy használni, hogy rendben hogy legyen az vele. Az a javadat szolgálja, és szerintem a kütyüzésnél is tök mindegy, hogy mennyiségileg mennyi időt tölt el a gyerekünk is, mert ugyanannyit tudunk, tehát hogy mert hogyha nem kütyüzhet, és nem beszélgetünk vele, ugyanott lesz. Tehát, hogy nem a kütyüzéstől lesz jó vagy rossz a kapcsolatunk a gyerekekkel, vagy nekünk is nem a kütyüzéstől lesz jó vagy rossz az életünk. A kütyüz egy fantasztikus lehetőség, amivel meg kell tanulnunk élni, és beleesünk hibákba, és én is rengetegszer korábban beleestem olyan hibákba, hogy megjelentek az ismerősöknek a dolga, és azt lehet, hogy ezek elvesznek, és akkor lekapcsolgattam szépen mindent, és tehát, hogy ki tudod úgy alakítani ezt a kütyüzést, hogy ez abszolút az előnyedet szolgál, és erre kell megtanítani szerintem a gyerekedet, szóval én nem értek azzal egyet. Nyilván, amikor már láttam, hogy nem tudom, egy órája hülyeséggel játszik, akkor szólok, hogy akkor most már azért lehetne valami értelmeset is csinálni, de alapvetően ugye egyrészt példamutatásra, másrészt egyszerűen beszélgetéssel meg kell arra tanítani, hogy úgy használja, hogy az neki örömöt jelentsen, és a fejlődéshez hozzájáruljon, és ezt erre kell megtanítani őket, és ez nem az idő, az mindegy ebben szerintem. Szóval azzal, hogy most lekorlátozza az ember a egy vagy két órára egy használatot, nem hiszem, hogy előrébb lesz. Nem az. Nem. Lehet, hogy ha az őt megnyugtatja, akkor jó, de akkor még nem tanította meg jól használni az eszközt. Talán itt is ez a fontos, az egész adás folyamán, amiről beszéltünk, hogy igen, mi azon a párton vagyunk, mind a ketten, hogy fontos, az életünk része, használja a gyerek is, használjuk mi is, csak tudjuk ezt szabályozni, és a mérleg másik nyelvébe pakoljunk ugyanennyit, vagy legalább többet, hogy az offline jelenlétünk, illetve az egymással töltött idő legyen túlsúlyba, de ugyanúgy fontos szerepe van az online jelenlétnek, mert ez a jelenünk és a jövünk egyre inkább. Ezt magabiztosan kell használni, és amikor nem is tudom, az egyik előző adásunkban említette valaki, hogy ugye milyen szomorú volt látni, hogy elmentek egy étterembe, és a szomszéd aztán mindenki a telefonját nyomogatta, és honnan tudjuk, hogy ez éppen nem, és hogy tönkre teszi a kapcsolatokat, de lehet, hogy éppen ez menti meg, mert éppen akkor egyébként veszekedtek volna helyette, vagy újságot olvasott volna az egyik, és kinéz a másik kettő, tehát hogy lehet, hogy éppen ez menti meg, de semmiképpen sem, ez nem tudja elrontani, csak mi magunk tudjuk elrontani. Igen, most erről értelem csak eszembe jutott, hogy anno a szakdolgozatomat írtam egy ilyen témában, hogy a
hogy homo digitalis, tehát hogy a szociális változások hatásai a kommunikációnkra, és hogy igazából semmi, tehát a kapcsolattartásunk módja és az eszközei változtak meg, de hogy egyébként ugyanúgy kommunikálunk egymással, ugyanúgy interaktálunk és tartjuk a kapcsolatot, csak most már máshogy és más sebességben, mint korábban bármikor, de hogy attól még az emberi interakciók ugyanúgy megvannak, jelen vannak, csak más, megváltozott a módja a kommunikációknak. Ennyi, ezzel haladni kell. Én is terítem ezt a kütyüt, mert szerintem rengeteg lehetőséget adott az emberek kezébe, és azért meg szerintem hibáztatni egy ilyen szuper eszköz, mint mondjuk az okostelefon, hogy elrontja a kapcsolatainkat, a kommunikációnkat, meg nagyon könnyű, mert mindig könnyű mást hibáztatni, meg egy olyat, aki nem tud visszaszólni. Jaj, de aranyos vagy, megszemélyesített. Igen, de igazából erről csak is mi tehetünk, ha ez történik meg velünk, és nem a telefon. A telefon, ha jól tudjuk, aztán csak hozzáadhat az életünkbe. Csak hát nagyon veszély, hogy elkezdi uralni az embert a telefonja, és nem mi uraljuk őt, de hát erre kell figyelni, mint bármilyen káros szokásnál. Biztos, hogy sokan nem értenek velem, én nekem egy kicsit sarkosabb az nagyon véleményem ebben, mint a tiéd. Biztos, hogy sokan nem értenek esetleg velem egyet a hallgatók közül, és de nagyon kíváncsiak vagyunk a ti álláspontotokra is, úgyhogy nyugodtan, akár hosszabban is írjátok meg nekünk a Facebook vagy Instagram posztunk alá, mert én abszolút nyitott vagyok, és tudom, hogy ebből a szempontból én egy bizonyos szögből látom a dolgokat, de én abszolút ebben hiszek, hogy ez a telefon, ez, ha jól kezeljük, ez csak hozzáadhat az életünkhöz, vagy a kütyüzés. Oké. Mondjátok el a véleményeteket, mert hát kíváncsiak vagyunk nyilván. Valamelyik egyezni fog az enyémben, valamelyik Anitájával, valamelyik mindkettőnkével, valaki meg totálisan másként gondolja, de hát ettől szép és színes a világ, úgyhogy gondolj különböző féleképpen, de attól függetlenül használjuk ebben a pillanatban te is. Igen, mi is rögzítünk is vele, posztolunk is vele, és nekünk ez segít ahhoz, hogy minket, hogy ti hallhassatok. És mi az utunkon legyünk. És mi az utunkon legyünk, és reméljük, hogy ti is azon lesztek egyre is inkább és inkább. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ma, és sziasztok! Sziasztok!